Ez azért, mert ott is bele kell számolni, mert hideg klímán vagyunk. Decemberben 100 mm hó, de aztán januárban még 100, és ha nem olvadt el, akkor ott van 200, amikor elolvad, akkor kapod meg egészbe. Jó, hát ez akkor változik havonta. Tehát a havat, hogyha esetleg bele tudjuk számolni. De ezeket úgy a legegyszerűbb, mert mindig az van, hogy elkezd bonyolódni, meg bonyolódni, úgy akkor a részletek. Tehát az elején csak a vizet szoktam számolni, és akkor utána majd, meg amikor gyakorlatba helyezed, úgy is kiderül, hogy ha valami, hogy elnéztél, de van egy ilyen orientáció. Benne csak, hogyha például decembertől mondjuk februárig folyamatosan esik, de nem olvad el, akkor ott utána egy nap alatt elolvad, akkor a 24 órás csapadék hozamod, amivel számolnod kell, az egyébként egybe kapod meg azt az összeset, ha hó formájában van. Annyival nagyobb. Hát szerencsére most már ilyen szavazás, az már ismeretlen fogalom. Szerencsére? Hát bocs. Jó, hát most az erózió miatt mondom. Én szerencsére. Imádom a havat. Én is, úgyhogy nem. Azaz legalábbis jó lenne. Van itt a mérsékeltőben egy hatalmas nagy molcs réteg. Fónak hívják. Amikor télen tud annyit pihenni, hogy be van taparva. És ez a talajnak nagyon jó. Akkor ez a 600 méter, ez reális, nem? A köbméter. 600 köbméter, mekkora felületen? Ennyi volt? Ezen. Ezeken a tetőkön. Összesen? Igen. 1100 méter. Azt a három épületet, amit mondtál. Szerintem az több, mint 1100. 1240. Hát maga az az épület 900. Az önmagában 900. Ez 70. Jó, de 90%-kal számoltunk. És ez hány méterszer hányos? 1240 volt a négyzetméter. Több lesz az. Mert ez ugye 22-40. 90%-kal. Ez 300, az 90, az 200. Igen. Az ideális. Ja igen, akkor igen, tényleg. Én direkt nem számoltam ki, de ez komolyan már kiszámolom, akkor már úgy kezdelek el megvezetni. Már alapból az jön belőle. És akkor az a mennyiség, de az ugye nem egyszerre van, tehát nem ezért. Ekkora mennyiséget kell, hanem ugye itt van az, amit mondtál, hogy a legnagyobb esőzést és a legkevésbé, tehát a legszárazabb időszakot kell megnézni, hogy mekkora tartály van. Igen, tehát mellé tesszük azt, hogy mennyi vízre van mondjuk szükség. Az egy fontos dolog, és akkor adjunk még hozzá párolgás után. Mellé tesszük azt, hogy melyik az a legszárazabb, amikor nincs. Tehát akkor egybe kell azon a vízmenésre. Tehát az van, hogy mondjuk májustól szeptemberig, ha azt mondjuk, hogy semmi nem esik, nem szokott illetni, de azt mondjuk, hogy semmi nem esik, akkor ott van az a május, június, július, augusztus, szeptember, az a 4 hónap. Arra mennyi? És akkor ehhez mérten tudod a tartályaidat belőle. És akkor még mindig csak a tartályokról beszéltünk, hogyha az esővízedet nem tartályba, hanem élő rendszerbe, például egy 600 köbméteres tavat akarsz csinálni, akkor ott lesz egy veszteséged, ami a párolgás, ezt ki kell számolni. Ezt ki tudod kiszámolni, hogy mennyi az a felület, és akkor melyik, amikor nem jön semmilyen eső, és lehetőleg a legjobban kéne takarni, tudod, akkor vízi növények a legjobbak. A másik pedig az, hogyha élő rendszerben dolgozunk, ott nem kell annyira foglalkozni vízminőségével, mert általában a tó meg az akvakultúra az beáll egy egyensúlyba, viszont nem tudod, csak a felét maximum, esetleg a kétharmadet, de akkor már elég innen, és akkor nagyon jó struktúrájának kell lenni a tónak használni. Tehát annyi mehet el párolgásba, meg locsolásba, mert különben meghal a tavadnak az élete. És ott elkezd annyira intenzív lenni, hogy egyébként az itt elkezd iszaposodni, mocsarasodni, meg olyan irányba elmenni. Úgyhogy kb. A felével tud számolni ennek a 300 köbméternek, hogyha a tó van, vagy még annyival sem, mert 10%-a elpárolog, akkor én... Kell tartály is pusztó. Ez a kérdés, hogy a zárt rendszer, hogy persze visszakanyarodunk oda, hogy a diverzitás, hogyha van ezed is, meg azod is, meg amazod is, akkor tudod, hogy
Egy, ami fontos, hogy a víz minőség, amikor áll, az romlik. Hát az átlendszer. De még lehet? Lehet, de hogy álló víz, úgyhogy érdemes egyébként levegőztetni még mielőtt kifűződni. Tehát az azt jelenti, hogy van két tartály, akkor az egyikből bele csöpögjön valami, de akkor ott elkezd levegősödni. Mert hogy azért kezdődik büdösödni, mert ez egy anaeróbik. Aha, ez egy olyan, tehát egy nem levegős organizum, ilyen pokol. Ezt a first flush, flash. Tehát hogy először first flush. Igen. Most láttam én olyan rendszert, ahol így befolyik a víz, és akkor az első víz adag, ez ugye bemegy egy kis csőbe, igen. És amikor ez megszellik, akkor megy be a tartályba. Arra van valami egyszerű megoldás? Mert ez a legegyszerűbb egyébként. Ilyen kis labdával szabályozott. Ez a legegyszerűbb, amikor de. Lejön az eres csatornát, lejön, és itt van a tartályod, akkor itt lejön az eres csatornát, és tovább lógatod, és itt elzárod. Ez azt jelenti, hogy ide viszi be először, és amíg ez itt megtelik, igen. Addig aha. Az összes port, amit lemosott, igen, az ott le tud ülepedni. És akkor a többi pedig megy bele a tartályba. Alul van egy csavarható rész, amivel ki tudod takarítani ezt az iszapot is oda. És mondjuk ennél a tető magasságnál, ez mit jelent? Ez a nagy vagy a kicsi? Az a kicsi. Ez a kicsi. De van obis is. Van egy nagyobb? Nem az a kicsi, igen, van nagyobb. Benne van nagyobb, ami tartó, hogy zsírfogót csinálnak, és ez egy dupla falu. Ami azt jelenti, hogy belemegy a belső rúdóban. Akkor valahol nem a tetején, hanem a közepén kifúrtálja, akkor a zír leülepedik a tetején, és akkor csak a tiszta víz megy. Akkor ezt le tudod venni, azon fogja eldugítani a kavicsokat, meg az összes, de majd bemutatkozik a maszk. Bocsánat, a kérdésem, tehát amit itt említettél, tehát hogyha itt most lejön egy cső, igen. Akkor ennél a magasságnál mi az a cső magasság, ahonnan már a tiszta vizet üdvözlődött? Bárhova. Már innen tehát, de hát inkább egyben. Magasabbra, ugye? Tehát mondjuk azért... A lényege az annak az, hogy tehát annak a plusz csőnek, tehát itt van egy télágazó. Igen. Lejön egy cső. Igen. De ugye az a kérdés, hogy a télágazónak, tehát hogy az a része, ahová az a tete, az milyen magas? Igen. Igen. Ez az, ugye? Az egy ilyen. Tudom, mert egy labdát kell megoldani. Igen, de egyébként, egy ha nincs benne labda, az se gond. Mert akkor ugye az fölmegy és elzárja a... Igen, ezt a részt. Tehát mondjuk ez mennyi? Ez mondjuk egy ilyen 1 méter 20, és akkor mondjuk egy ilyen 40 centis, 50 centis, kb. Egy ilyen magasságnál. Mennyi? Ez egy 40 centis. 45 centis. Itt van a megoldás. Először ugye bemegy a víz, az első víz, ami homokos, meg iszapos, meg mindenféle. Aztán itt megtelik ez a cső, és amikor megtelt, akkor már átmegy a tiszta víz azon. Tehát minden víz, ami itt a tetőről le, először az első víz lejön, az ugye koszos. Tehát az ívásra például nem lehet használni. Vagy hát attól függ, hogy mire használják, de ívásra is lehetne, hogyha... Bill egy ilyen... Ja, persze. Bél egy ilyen hímbással oldotta ezt meg. Igen, az első. Csak amit adja meg. Ami azt jelenti, hogy itt van ez, így van az eres csatornád. Az az. Jön. Itt bemegy a víz. Itt először a koszos víz bemegy, ezt megtelik, és utána már a tiszta víz. Igen. Hogy ilyet meg lehet oldani. Egy himbás cuccal oldotta meg, ami azt jelenti, hogy erre az oldalra rá volt kötve, itt van egy súly, és erre az oldalra rá volt kötve egy vödör. És akkor ez bevezette a vödörbe, és amikor ez a vödör megtelt, lehúzza lehúzza a súlyt, és ez pedig belement oda. Aha. Uh-huh. Igen. Akkor ő egy ilyen himbás rendszerrel oldotta meg. Uh-huh. Ugye egy csomó olyan technológia van, ez csak azt segíti, hogy nem könnyebb a tartályodat takarítani. Bocsánat, tehát hogy a vödör felett van a cső vége, amiből bemegy a vödörbe, igen, az, ugye? Igen. Tehát az oda megy abba. Tehát elméletileg most itt, ez is egy ereszcsatornás, igen. Ebből megy be a vödör, lehúzza. Világos. Ezt, és akkor amikor okay. A súlya, ez egy ilyen himbás tudsz.
De ez egy modernebb egyébként, ez egy sima tékel hozzá, meg alul egy csavaró. És nem, nem feltétlenül kell tartálja, mert elég, elég ez a kis cső, igen, elég igen. Ahhoz. Benne kell lennie a... A Nóra kérdez meg, van ennek egy táskája? Van-e még kérdés? Említetted, hogy desztillált víz közeli az esővíz. Hogyan, mi az, ami berohad benne az anaerob folyamatok által? Amikor lejön, akkor még semmi. Uh-huh. De tehát... az összes por, aha, meg az összes, tehát azért van, van egy csomó olyan mikro, uh-huh, összes, ami... Amit magához tudod, nem látjátok itt például ez. Ezt tud berohadni. Aha. Ennek a felületnek egyébként már sokkal jobb a vízminősége, mint annak. Eleve kerámia. Egy csomó ásványi anyagot kivett belőle. Tehát semmi sem, hiába vagyunk, uh-huh, nem maradandó, semmi sem maradandó az univerzumban. A kövek is és a sziklák is bomlanak le folyamatosan. Ez a víz savas minőségétől, ahogy így keletkezett az élet, van egy szikla, jön ott lesz egy ilyen kis megálló víz, abba egyébként a moszatok meg a mohák meg tudnak állni, a nitrogéneken keresztül, ami lebontja az ásványi anyagokat abba a vízbe, ott elkezdenek az egysejtek, egyszellások, és akkor onnantól kezdve, ahogy az elkezd iszaposodni, vagy a, mi az a napfény és a víz hatására tud algásodni, elkezd iszaposodni, akkor utána elkezd mocsarasodni, ez teljesen mindegy ilyen picibe, vagy egy nagy tó, elkezd mocsorosodni, akkor ott talajképződés lesz, és akkor átalakul a levegősre, a nem levegősből a levegősre, és abból megindul az élet. Így keletkezett az élet a Földön. Tehát először a víz és a kőzetek, azok a kő, azok az ásványi anyagokból. Van-e még ehhez bármi kérdés, mielőtt itt technikailag belemegyünk? Nekem technikai kérdésem van. Ugye, hogy itt a, az ERES csatornához, ahhoz, azt nem tudjuk közvetlenül ide tenni, mert hogy van ott, van ott egy rávinduló cserépréteg. Tehát ahhoz még kellene ide, hát lehet, hogy nem tudom jól elmagyarázni. Tehát, hogy ez kilóhúta? Igen, tehát, tehát csak ennyivel beljebb van. A leg, tehát ide még kellene akkor egy élendő réteg, hogy valami, nem? Elméletem mindjárt kihozjuk a csatornát. Vagy leszedünk egy sort. Igen, nekem pont ez a kérdésem, igen, hogy leszedünk egy sort, vagy hozzáteszünk, mert hogy ehhez hatalmas széles csatorna kéne ahhoz, hogy belemenjen a vasra. Ugye úgy néz ki, mint egy ilyen pipa, egy nyele, amiben vannak ilyen furatok, és akkor utána van ez a rész. Igen, igen, igen. Akkor felveszed a cserepet, ide ütetted a vasat. Oké, de hogy annak is van azért egy adott hosszúsága, nem? Egyrészt, hát van fixre gyártott csatornavas, de lehet, tehát ami nem hajlított, tehát gyakorlatilag egy ilyen kampó alakja van, és akkor azt meg lehet jelölni a lejtéshez képest, hogy hol hajlítod meg. Igen. Aha. És akkor minél kisebbet hajtasz, annál magasabb van. Milyen csatornavasat? És akkor ezt be lehet egy zsinóra nézni, az első, az utolsó, és akkor a kettő között meg kell rajzolni. Oké, én csak erre az adott méretre gondoltam, és azért kevesebb, mint amennyi ide kéne. Megoldja a csatornavasat. De egyébként még ide se kell tenni, mert van olyan kampó, amit ide lehet tenni. Én ilyet vettem is. Ja, és akkor csak a két végén nem, van nem kampó? Nem, nem úgy, csak hogy a megfogatás, hogy nem kell állni. Így le kell ugye venni a cserepet. Ahhoz, hogy egyébként, hogy így ne hajolgatni kelljen, egyébként nyugodtan fel lehet tolni. Ja, tényleg. Azt kell tudni, hogy mindegyik cserépnek, itt van egy ilyen kampós visszadóban, ez az, ami felfekszik a cserépnek, hívják erre így. Na, ezt nem tudtam, ezt jól tudjuk. Ha fel akartok menni a tetőre, akkor egyszerű egyébként ezeket csak feltolni, és akkor itt mellette fel tudtok sétálni. Szuper! Na, jó. Ha akartok egyet egyébként ez kérni. Ez nagyon hasznos volt. Azt hittem csak kiúzni el. Valami. Jó. Nekem most már is megvan oldva a probléma. Ki akartok egyet például cserélni, akkor ezeknél a cserepeknél az úgy, hogy egyet is lenni. Igen. Ha kiveszel egyet emellett, akkor utána felsítesz. Az a lényeg, hogy a lehető legközelebb létezik a rendához, mert itt lehet, hogy nem fog téged érni. Ezt
hogy hívjuk, ez hornyós cserép, vagy milyenek a neve? Tatai egyenes mellett hornyós. Szalagcserép. Hornyolt, ugye? Az volt, én lehet, hogy nem fogom tudni neked megmondani, nem? Jó, de most itt megkaptuk a választ. Van a volt farkú, ami nincsen volt. Igen. Mindjárt hozzá. Majd ilyen gyakorlati kérdés, ugye ez alacsonyan lesz majd az ered, így gyűlik a víz majd, vagy lesznek... Hát az a baj, hogyha nem elég magasan gyűlik, akkor nem lesz az a nyomás, amit mondtál, igen, amivel a vizet. Akkor szivattyú kell, hogy, vagy ne kell. Vagy árasztásos rendszer. És akkor én láttam az interneten alatt, hogy három hordó van így egymás fölé építve. Hogy az mondjuk praktikusabb, vagy egy ciszternába a földet tárolni, mert ott hideg van, és ott ilyen hordókban vagy... Onnan vissza kell emelni. Hát a szivattyú... emelni, tehát ez egy energia, amikor emeled a vizet. Tehát az a praktikus, ha minél magasabbra tudok hordókat tenni, abba a... Az ami... Még valakinek? Beszélünk erről majd, erről a szivattyú kérdésről, hogy mondjuk jövök, hogy magasabb hordóba hogy jut el, hogy ahhoz milyen eszköz kell? Arról, hogy milyen szivattyú, vagy hogy... technikailag ezt a részt én egyáltalán nem látom. Tehát, hogy lehet kivitelezni, hogy igen, nekem is ugye lehet, hogy a telkem, lent van a házam, és igen, fent van a telkem. Igen. Így gyűjteném a vizet, és fel kellene juttatnom valahogy igen, a igen. vizet. Nem lehet egy ilyen valamit oda rakni, ami összegyűjtött. De nem, ő lentről akarja fölfelé. Igen, de akkor lehet fönt egy ilyen... Az más, ez a tetőről gyűjtő össze. Ott meg az a föld fölvinni, csak szivattyú. Nem, hanem hogy ott összegyűjtő. Hát ott lenne a tó. Ott hogyan gyűjtő össze? Hát csak valami sima felület kell gondolom, amin a víz ugye elkezd... Igen, viszont az elfogó ennyi... Elszivárok? Biztos. Másrészt magának egy ilyen infrastruktúrája van, és hogyha csak víztisztításra hozod létre, igazán szolgálja a tervezési formunkat. Legalább 3-4 funkciót kellene adni egyébként. Ez most védi befele egyébként, ez most vizet is. Úgyhogy ott fent nem tudom, hogy... Ha ott nem lenne a több funkció meg, majd csak arra szolgálna, hogy összegyűjtsön. Felfele vinni, ami ebbe segít, itt az energia befolyás. Tehát az energia mindenhol ott van. Vagy napként jön be, vagy hőmérsékleti változásokban, elektromos áramon, de hogy milyen energiával tudod emelni? Hát a lakóházát van áram, tehát hogy szivattyú téma mindenképpen úgy tűnik, hogy ez a... Igen, és akkor ugyanaz a minta, vagy ugyanaz a gondolkodás mód, mint ahogy a vízed is megjön valamikor reggel, valamikor este, valamikor. Tehát a napelem, akkor egyszerűbb egy tartályt oda feltenni, ahol a napelem, a nappalit tudod használni, ami felviszi, és érdemes este később locsolni, azért mert kevesebb a párolgásod, addig a múlva szépen. Tehát délután egy nagyon korra reggeli víz. Elméletileg egyébként a víz az a párán keresztül jön be egy csomó víz, tehát akkor kellene használni, amikor ennek a természetes forrása van, nem amikor párolok. Ha elkezdesz locsolni, főleg spriccoló rendszerekkel elkezdesz locsolni nagy napsütésbe, akkor megég a felület a növényeknek a párolgásnak. Nem majd lent fog visszavágjátok a István! Van ott kézifűrész fent. Találtak. Na, ott van, a Bernie-en van. Kézifűrész van az én kocsimban is. István. Egy női táskában minden van. Egyébként beleáll mindenbe, de megoldja. Ott van egy eresz csatorna, meg eresz kart. Igen. Ha egymásra vannak téva tartályok, akkor a felsőbe, hogy kerül a
Ha csak nem olyan magas a tető, hogy a hogy az el, hogy közvetlen a felsőbe folyik. Ha ezt így mellé alszik, vagy vasodan. Igen. Hm, hát ez volt a válasz, hogy föl lehet tolni a terepet, ezt én nem tudom. De hogy nincs. Nekem például a polikarbonát van lecsavarom, le, és azt tudom fölemelni, azért vettem egy olyat, ami jó oldalra lehet. Aha, igen. Szuper. Igen, hát ez... És akkor még a lejtést az hogy kell beállítani? Na és akkor a spagetti. Igen. Hogy? Hova lejted először? Hát attól függ, hogy hol lesz a tartály. Hol lesz a tartály? Hát azt mondtad, hogy minél magasabbra, akkor... Abban az irányba kellene elkezdeni. Akkor ezt tudjuk már. Ebbe lesz a... Az, hogy ez itt volt. Ja, akkor... Valamire használjam, de most ez nem egy nagy egészséges szó. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak egy. Hát de egy eresznél egy. Most mondok épp egy kamerán dolgot, amit most láttuk, most mondtam. Itt kell letenni a itt hozta ki az autós, és hát meg. Ott már rögtön meg. Úgyhogy, ha leteszed egy kérdőt, akkor elhasználom lefele, hanem lefele. Az már ki is mutat? Nem, csak egy kicsit meghajlott. Semmi gond nincsen vele, csak... Nem muszáj, akkor... Először is milyen csatornát választunk? Ezek a horgonyzottak, ezek általában árítik a rangba legjobban. Horgonyzottan képtelt, ami azt jelenti, hogy nem volt addig, amíg nem nincs a felkén felületet. Ez is horgonyzott meg, ez az árítik a rangba. Ezer forint egy méter. Ha jól emlékszem, 2300 között van méteres. De majd közösen eszélünk, hogy van a megbarulás, hogy pontosan az ez lehetséges, hogy ezek különböző mélységűek, mert valahogy nagynak tűnik most ez a jobb. Igen, ez egy nagyobb, de amúgy ezt is tudod állítani, hogy látod. Jaj, hogy be tudod, aha, úgy, ahogy befogod majd a... Fogod ezt majd. Igen, az a behajtó. Elméletileg, hogy és még magát azt a kampót is tudod használni, ugye? Hát tudod, de ez valójában nem érdemes, annyi van, hogy érdemes ezt egyszer használni, egyszer ráhajtani, és a végén, a legislebb végén, tehát amikor már be van állítva. Na most mit szoktak a különlegesek használni arra, amikor színűt akarsz? Zsinyel. Az lesz a következő feladat, hogy itt van ez a lézeres szintezis. Be kell állítani valamit, meg kell mérni azt, hogy itt és ott, az annak idején valahova lejtett. Ez egyáltalán lejtett, és én ajánlanám, hogy ennek az alját, vagy pedig a deszkának az alját mérni. Vagy ezt, vagy ezt. Aha, ott a lézeres, ott van a visülyedte, már ismered ezt. Be kell kapcsolni, aztán be tudjuk állítani. De akkor ennyi. Tehát, ne, hát, ja, az más kérdés. De ez magát, szerintem magától szintezik. Nem, ez gyorszkodik. Vagy ez nincs, ez a szintező. Ez a szintező. Minden egyes gyerembe, hogy teszünk? 10 darab van.
De abból még van még. Van még, abból elég, ha csak meg kéne számolni. Álméletileg kettőnként elég lenne. Én fogok tenni mindegyiket. Jó. Na, most jól. De ott ha megnézitek ott, azt, azt mutatjuk, hogy ott is mindegyiken volt egy. Igen. Igen. Ezek azok a dolgok, amit egyszer csinálsz meg. Oké. 21-ben ez az ajtóig. 21. Van még 20 darab. Van még a tetőségünkön egy trükk, igaz? Oda is kell. Oda is kell, meg hát ugye azt tudom szóltani. És akkor ide, itt mit csinálnátok? Hát belefolyatnám a... Tehát itt csinálnék egy lezárt végűt, ami ebbe folyik bele. Igen, oda visszavezeti. Látható olyanok, hogy vannak léget, igaz, meg vannak leállók. Igen. Tetszőséges a leállók. Igen. Meg vannak légek a végzárók, és utána a leállókból szokott lemenni. Ez, amit beszéltünk. Vagy bármi más. Én nálam nem lesz cső. Én láncot fogok látni, és a láncot szeretném, hogy átmenjen, annak van egy ilyen, úgymond spirituális, hogy egyik levegőzik, amíg a másik létre az egy olyan vortexet, amivel már megváltozik a... De és a láncot ezt hogyan? Hova? Húz bele egy lyukat, vagy mielőtt beleteszed a, beleteszed a végét, oda kerül a lánc? Nem, ugyanúgy a leállót beteszem, a leállónak arra a részre, ahonnan a leállóba, amely bele... Abba bele lesz rögzít a lánc. És akkor az a folyik. Viktor Sárburg, hogyha esetleg van kedvetek utána nézni. Viktor Sárburg, ez egy, azt hiszem, osztrák vagy... A Sauber? Nem hát ő volt a nagy áramlás. Abba van. Ja, olyan jól néz. Na most mit csinálsz? Bocsánat, csak technikailag még elnézést, hogy ennyit kérdezem. Nem, kérdezem. De hogy a másik fele, oké, ezt most értem, értem az alsó része, az benne megy ebbe a leállóba. A felső része, az hogy rögzít? A láncnak? Igen. Vagy pedig beteszed, csavarral hozzá a... Vagy pedig beteszed egy is az oldalsó és akkor az kifeszül a csőnek a két végében? Nem, erre az oldalára minden csőre. De ahogy elkezded egy két lapon, az a járni fogja megadni. Okay. Magához rendeli meg, okay. Az energia. Nagyon jó. Köszönöm. Ez nagyon jó megoldás. De idem, idáig ma nem jutunk el, ugye? Hordókat fogok, egyébként csak fa hordóim lesznek. A vízrendszerem egy kicsit más. Kaltom, hogy megosztom veletek később, hogy nem a jó az esővizet is fogunk használni, meg elraktározunk, de hogy én a területen raktározom a vizetet, nem is szükség. Emelt a két év múlva nem mosolunk. Aha. Akkor talpon áll a stabilitás, mint a locsolni. Két, öt, három, öt. Felépítésre nem kell, nem kell locsolni. Elméletileg. De beszélgessetek, beszélgessetek akatával, mert az esőkertetnek a mondésze. Kata is annak pont az a lényeg, hogy ez a kert, amihez csak esőzik. Tehát át tudja hidalni azokat a 3-4 hónapos hónapokat a talajban leépő, és a növényeknek a sűrűsége, ami tartja a vizet, és a növénybe felmegy, hogy legyen a víz, akkor azt nem elfogja, hanem a következő kell tudja venni. Ennek az ideje, az áthidalja azt a száraz időszakot. Ő elveszik valami a párolgásnát, egyébként a vizet használja növényre. Ugyanúgy, hogy miért megiszok, akkor valami nem tudja tenni. Szerintem lesz majd rájövő. Igen. Akkor ezt meg spórolj. Ne spórolj. Jó, csak mondom, hogy azért az ezzel valamit kell. Igen, ez egy másik. Ez csak szóval mondom, hogy jól lenne tudni. Igen, igen. Beszélgethetünk róla, mert megkérem, hogy csinálj egy előadásról, de egyébként van is felvéveni egy előadás. Úgyhogy a következő az, hogy meg kéne mérni, a Laci már nagyon be van sorolva, hogy megmutatja, hogy hogy csináljuk ezt. Én megint azt mondjuk, hogy... Ne emeld olyan magasra, légy, mi lesz, tedd lejjel, amit tudja folyt.
Először is orientálnám magamat abból, igaz, hogy ott meg ott mennyi a kettő különbsége. Ezt összegelném, meg a végét is, valamennyire, és utána rátenném ezt a csatornát, és valahogy beállít, és akkor beállítanám a szintet. Uh-huh. De... Más ötlet? Valakinek? Más ötlet? Én egy helyre vezetném. Most annyiban fog ez, azért van itt, meg annyiban fog itt a három rendszer egymással csatlakozni. Az egyik az az, hogy a szürke víz az ott kimegy, ott átmegy egy tisztító rendszeren, eljön ide csővel, itt látjátok ezt a csatornát, ide egyébként beleszültek a növényrendszer, akkor ezen keresztül majd még jön a növény, és akkor ennek a végén, mert remélhetőleg egy tiszta vízén, ami tiszta locsolásra, nem zöldség locsolásra, de legalább házrendszerre. Tehát bokros házrendszerekkel így igazából most csak azt tudjuk itt megnézni, hogy ez milyen magasan van. Tehát ugye ez egy X pont, és akkor ehhez képest megmérjük, hogy ennek a magasságát, a legutolsónak a magasságát, hogy van a leítés. És akkor szakaszonként neki tudjuk zsinórozni, és akkor a zsinórral igazából ugyanezt meg tudjuk csinálni, csak a zsinór megadja az első és az utolsó pont közt a leítést, és akkor ahhoz tudjuk beállítani a losokat. De a zsinór egy kicsit belóval. És itt belóval egy picit a zsinórral. Hát azt meg lehet előbb feszíteni, hogyha le van rögzítve az első vagy utolsó. Így van. Meg kéne mérni, hogy ennek a tető teljes felületét, ha új tetőt raktok össze, akkor érdemes egyébként betonni teljesen alá. Mert akkor ez itt mondhatta. Egyébként ide kell tenni. A lényeg az, hogy minden ugyanott. Visszatér volna, hogy ezt is ki tudod egyébként volni. Ha ide teszed két deszkát, fel tudod ide, és akkor arra is el tudod tenni. Vagy vannak olyanok, szeretném... ami el van csavarodva és oldalva. Igen, aminek így megy rá. De hogy ezt mérném egyébként, ennek az alját, meg a legvégét, és akkor már tudjuk orientálni magunkat. Úgyhogy nem kell nagy dőlés. Akkor meg kéne nézni, hogy ez milyen hosszú. És akkor a hossz, amit így most innen meg is tudom, mert a mennyia. 90-es, mennyi volt belőle? 20 darab? 28, 18 méter hosszú, igaz? 21, akkor 20 méter hosszú. De van különbség az átmérő, nem? Ez a fa, nem a minden ugyanaz. Elméletileg nem, szarufák között. Nem? A felső sík az annak egyeznie kell, mert akkor ugye nincs tetősík. Szarokák között elméletileg nem. Ja, nem, de a vastagság, ha itt alul... A középtől kezdődik. Ha alul csinálunk, akkor... Azért kell felületeni a kampót. Ja, igen. És azt pedig ez megadja. Tehát, hogyha ezt mérjük, igen. Akkor ez megadja. Ha be tudjuk tenni alá, az nagyon jó. Ja, így. Ez milyen hány százalékot tanácsos? Hány százalékot tanácsos ereszni? 1-2% is elég, hogyha teljesen szintben van, és csak lejjebb nyomod ezt, akkor is a víz elkezd felmenni, és akkor valahol el tud folyni. Tehát így érdemes egyébként, nem kell nagyon nagy százaléknak. 1-2% is elég. A lényeg az, hogy arra menj innen a másik. Jó, úgyhogy mérjetek! Na, akkor légyszer, álljatok el onnan a... Hogyha ki van feszítve, akkor egyszerű, mert nincsen benne ilyen. Az a következő, most már nem a dombozatot tudjátok használni arra. Segít a dombozat. Hogy kinyomja a vizet. És ha egyszer megszívod a lentit, akkor sokkal gyorsabban el tud indulni. Aha. A saját vízsőjét. Akkor majd nem. Jó, bevágy, hogy te szükséged a vízet. Nem, nem. Nem, hogy ezt viszont a tetejére.
Igen, kihúzod, okay. És itt szívja, és a gravitáció miatt nem. Csak én ezt így nem. Szívogatod. És ha ezt csak így elteszitek így a csapra, puff. Az onnan jöttek már egy bejelórára. Igen, viszont amennyire tudjátok azt, igen, aztán kellene. Én most fáradtam meg. Minden csináltuk. Én most fáradtam meg a csaptól. Hogy? Hát én fogtam, igen. Fogtam, megtöltöttem. Van egy elevén lejtés, most kiengedtük. Itt ez volt egy ötlet, most ezt próbáljuk, és utána jön a ez nagyon jól működik, csak tekeregénél. Ez ötlet, az a magától belemegy a víz. Tényleg? Igen. Jövök tanulni. Jó. Annak az úrnak volt az ötletet, mi sem? Jól vagy. Laci. Azért, mert ő itt ebben dolgozott, a nem tudom hol, és használták naponta. És ahogy elkezdi befele csavarni, érti. Elvileg ő azt mondta, hogy ő elvileg belerakta.